Jó korán kezdődött a 7. Lukácsházi böllérverseny, így az éhes látogatók reggelire már böllérmájat is kóstolhattak. Idén 11 település csapata népesítette be a csömötei szőlőhegy, pincés, kemencés helyszíneit. Nemes Csó a kezdetektől részt vesz a hagyományőrző rendezvényen, egyik specialitásuk a hájas kráfli, mindig nagy sikert arat. Hájas tisztából készül, illetve készültünk egy nagyon finom böllérmájjal is, amit helyben készítünk el, és nagyon incsiklandozó. A fűszereknél próbálunk a hagyományosokra visszatérni, sok hagymával, fokhagymával, sovajborssal dolgozunk. Ahogy a Nemes Csóhoz hozzákötető a hagyományőrzés, mi mindenben próbálunk visszanyúlni a gyökereinkhez, és ezeket megmutatni. Rába Paty először jött a pincés kemencés böllérversenyre, betyárokkal, sültekkel, toroskáposztával és rengeteg süteménnyel. Igazi disznóési finomsát készítünk, ami úgy kóstolás, és hála Isten, nagyon sok ember van itt nálunk, és kóstolják, és eszik ezt a finom ételeket. Hoztunk nagyon finom bodokat hozzá, pálinkát hozzá, kínálásképpen, és sütemény, az asszonyok, az egész lápagy készült a süteményekkel. Senki sem maradt éhes a szőlőhegyen, volt, aki Győr mellől érkezett, sokan Szombathelyről, hogy megkóstolják a hagyományos ízeket. Pont jó, mert ez így vegyesen van, ilyen zsírosabb, őrkésebb rész, meg szárazabb is benne, úgyhogy jót választottam éppen. Finom, finom, igen, nagyon. Eddig ettünk pogácsákat, különféle disznóságokat, úgyhogy most meg forralt borozunk, meg előtte ittünk egy erős paprika pálinkát, és nagyon finom volt, úgyhogy valószínűleg még egyet is fogunk inni. Zenével, tánccal nyitották meg ünnepélyesen is a rendezvényt. Ideális helyszín a csömötei szőlőhegy, és ez az ideális helyszín a gazdáját arra ösztönzi, hogy folyamatosan fejlessze, folyamatosan megújítson valamit, folyamatosan építsen valamit. Lukácsháza a csömötei szőlőhegy értékeit mutatja be évről évre, de lehetőséget ad a rendezvény a térség településeinek megismerésére is. Ez Lukácsházának egy kirakat rendezvénye. Hosszú éveket készültünk erre, 2012-13-ban projektek keretében pincés, kemencés helyszínek épültek fel a csömötei szőlőhegyen a Borbarát Hölgyek Egyesülete és a pincés, kemencés gazdák jóvoltából közösen valósítottuk meg ezt a lehetőséget. Három pálinkát, hogy nem? Geri, ez az volt. A házigazdák idén is kitettek magukért. Ételből a klasszikus disznódoros ételeket, a rengeteg süteményünk van, amit szeretnék megköszönni a borhölgyek, rengeteget sütöttek nekünk, a boszorkányok, civil egyesületek, civilek is sütöttek, a csapatból is rengetegen. Ebben a hatalmas serpenyőben készül a csíki chips, mégpedig pityókából, ahogy ők mondják, Lukácsháza erdélyi testvértelepülése Csík Kozmás negyedik alkalommal visszatérő vendég a rendezvényen. Nagy megtiszteltetés számunkra, és most már tényleg látjuk, hogy mi az értelme ennek a böllérversenynek. A fő cél úgy gondolom, hogy az embereknek a kiszolgálás, a közösségépítés és a jókedv, jó hangulat. Népszerű volt a medvehagymás kolbász, a jutúró és a többi specialitás is. A csapatok és bőléreik munkáját zsűri is értékelte. A versenyt Csík Kozmás nyerte, Lukácsháza a második, Pusztacsó a harmadik helyen végzett.